azért ez kemény nap volt. Egy jó kis disznőülésből egy fesztivál itt Siklóson. Sok energiát kivett belőlem, de most már pízek. Nézzük meg viszont, hogy a többiek hogy érezték magukat ma. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit innen a Böllé Fesztiválról. Fantasztikus a hangulat, itt sütünk, főzünk, csak egy nagyon picit iszunk. Iszom egy koktélt, ilyen kenyeres, boros koktélt. Amíg a Fekete Dávid barátomról nem gondoltam volna, hogy valaha megtanulj úgy tarabolni végre, rendesen, vagy egyáltalán, hogy a kajáláson és az éneklésen kívül ért bármi ez. Ez egy húsvéti hátsó sonka lesz most, de szétbontva és tehát darabokra lesz szedve. Értem. Ez utána a sózásra, pácolásra, füstölésre és majd fogyasztásra fog kerülni. Nagyon jó. Megkaparod esetek, hogy itt amit más nem tudsz csinálni. Jó. Egyszerűen ez valami zseniális, ahogy itt a Laci csinálja és szeleteli a húst. Megmondom őszintén, hogy én is szívesen csinálnám, csak lehet, hogy nem lenne jó vége. Hát köszönjük szépen! Hát kefesz cimborámmal a fellépés, tök jó, teget is mondtam volt tényleg. Szózunk az éjszakában, én Somogyi András barátom pedig többet magával lépett fel a kis rendezvényünkön, hiszen rengeteg ismert embert személyisített meg. Hát megmondom őszintén, nem rossz a hangulat, tehát én nem akarok senkit megbántani, gondolok itt a szervezőkre, de ha tudták, hogy jövök, könyörgöm, a Jóisten áldja meg őket, hát miért nem aszfaltozták le? Itt tapicskolok. Lehet, hogy be fogom őket perelni. Tönkretették a Gucci cipőmet, felháborító. Ennek a kislánynak de sok a panasza, nincsen, aki meghallgassa. Hát apám, megmondom őszintén, lehet, hogy nem téli szalámi, de nekem ez is megteszi. Kipörő volt nézni, amikor Kefir barátom először szerencsétlenkedett kicsit a darálóval. Az van, hogy el kell vágni. Lovatta, mi van, G? Megáll a daráló. Előbb odajött hozzám egy csávó, megkérdezte. Figyelj már, meggyógyult a lovat? Nem tudtam neki mit mondani. Én azt hittem, hogy kocsonya lesz, én marha. Vagy birka, vagy mi ez? Disznó. De azt mondják, hogy az izé lesz kurka. És benne van a malac feje. Ezt tudod? Benne van a malac feje. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim, önök is láthatják, hogy nálunk még a kerítés is kóbácsból van. És volt jó pár arc, akik már délután 2-3-kor nem a mi csapatunkból, de úgy egyébként a tömegből már arccal fogták az asztalt. A hagyományokat őrizzük, tehát hagyományőrző dolgokat csinálunk. Emberek, nincsen idő, hogy... A vodkanok, az ki a vodkan? A vodkan én vagyok, nézzek, mekkora szar van. Mi, itt van 10 fél hülye, vagy egész hülye, és akkor mit csinálják ezt az egészet, nem? De szerintem ez a lényeg. Hát. Hamarosan akkor sütünk, jó? Egészségedre.